Az új játszótér nagy sikert aratott már a felavatása napján. Sok kisgyerek vehette birtokba legnagyobb örömére a Harkányi Terehegyi játszóteret és a felnőtteknek szánt edzőparkot. Ez nagyon kellett, hogy a gyerekek tudjanak, hogy hova kijönni játszani, amikor van egy kis szabadidő, meg egy közösségépítő szerepe is van, hogy a családok kijönnek, több család egyszerre, gyerekek is barátkozhatnak, és szerintem nagyon jó. Hatalmas fejlesztés volt ez így a település részéről. Már kedvenc játék is akadt az első napon. Nekem a legjobban az a pörgős játék tetszik a legjobban. Jót lehet rajta pörögni, és elzédülsz. Szerintem az a legjobb játék itt, meg persze a kondigépek, mert lehet erősödni. A pörgős meg azért, mert jó magasra fel tudok menni. Meg jó, gyorsan pörög. Harkányban egy óvoda 7 csoporttal teljes létszámmal működik. Szerencsére sok a kisgyermek, de éppen ezért a szabadban való tartózkodás miatt kell egy ilyen korszerű játszótér. Nagyon nagy gyerek létszámmal működik most az óvodánk, tehát rengeteg gyerek jár most Harkányban, a Harkányi óvodában, környező településekről is, és szerintem ez nagyon fontos, hogy van hova menni az óvoda után, az iskola után, úgyhogy kellemesen el lehet tölteni az időt, nem beszélve arról, hogy itt a felnőttek is találnak maguknak elég hasznos eszközöket, úgyhogy én holnap délután ezt ki is fogom próbálni. Úgyhogy mi jövünk a két lányommal, és építjük a nyári alakot ezeken a fantasztikus fitnessgépeken. És hát természetesen ők addig jót tudnak szórakozni. A kormány jóvoltából a belügyminisztérium 16,5 millió forintos támogatásának köszönhetően valósulhatott meg a játszótér és az edzőpark Harkány-Terehegyen, mondta a Baksai Endre Tamás polgármester. Közben azt is megtudtuk, további felzárkóztatási programok várnak magukra Harkányban. Amit a modern világ hoz magával, demográfiai változások, elvándorlás, elköltözés, új lakóknak a beköltözése azért jelentősen átmozgatta a város lakosságát. Ez érvényes Terehegyre is, ezért fontosnak tartottuk azt, hogy a Harkányra jellemző a korosodás vagy az előregedés. Ide jellemzően fiatalokat vártunk, és ez a számításunk úgy nagyjából be is jött az elmúlt időszakban. Ugyanis, hogyha megnézzük Harkány lakosságszám növekedését, az elmúlt 7 vagy 8 évben közel 1000 fővel nőtt a város lakossága, és ellentétben más város részekkel szemben ide többnyire fiatal családok költöztek. Tehát ezért is tartottuk fontosnak, hogy egy élhető kertvárosias környezetet hozzunk létre, akár az első ciklusban, vagy az előző ciklusban a játszótér létesítésével, vagy a mostani pályázati körben a sportpark, fitnesszparkkal való bővítéssel, de számos olyan beruházást végeztünk itt az elmúlt időszakban, akár a temető rekonstrukciója, vagy a közeljövőben építendő hegyi út, ami aszfaltos út lesz a Szőlőhegyre, tehát sok olyan beruházást indukál a Harkányi önkormányzat, ami ennek a városrésznek is a felzárkóztatását segíti. A kisváros fejlesztési program sikeresnek bizonyult, hiszen nagyon hamar, alig több mint fél év alatt készült el a kisgyerekeknek szóló játszótér és a felnőtteknek való edzőpark helyi vállalkozó közreműködésével, ami meggyorsította a folyamatot. Itt nagyon fontos volt azt a tényt elmondani mindenkinek, hogy itt korábban nem volt ilyen jellegű játszótér, illetve a korábbi játékok azok tönkrementek. Annak nagyon örültem, hogy én nagyon sokat jártam itt polgármester úrral, és amikor a közösségi térben, ami itt a játszótér mellett van, beszélgettünk, akkor ő többször említette azt, illetve a terhegyi helyi képviselők, hogy itt jó lenne, hogyha a közösség tudna gyarapodni egy játszótérrel. Mint hogyha meghallgatta volna a kormány a harkányiaknak az igényeit, elindult egy kisváros fejlesztési program, és azon belül kapott a város lehetőséget arra, hogy ezt a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt szóló parkfejlesztést meg tudják csinálni. Harkányban idén még egy skanzent is létrehoznak, erre mintegy 65 millió forintot nyert a város, tette hozzá Nagy Csaba, országgyűlési képviselő. A Harkányi Terehegyi városrész a régi harkányiak lakhelye. A település fiatalodni látszik, sok a kisgyerekes család, kell a hely a szórakozásnak, szabadidő eltöltésnek.